Köszöntöm Önöket! Az XVTV heti hírtükör című műsorát látják. Nézzük, mi történt az elmúlt héten a kerületben. Szombaton kezdődik az ellenzéki előválasztás. A kerületben két jelölt verseng. Iskola rendőrök akcióban. Szeptember végéig vigyázzák a gyerekeket. Végéhez ér a felújítás, októberben átadják a Hősök úti rendelőt. Előválasztásra készülnek az ellenzéki pártok. A szombaton kezdődő megmérettetésen két jelölt indul a kerület 12-es számú választókörzetében. 2020-ban 6 párt, a DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd közös elhatározással úgy döntött, közösen indulnak 2022-ben az országgyűlési választáson. Közös miniszterelnök jelöltet Magyarország 106 országgyűlési egyéni választókerületében 106 közös jelöltet és közös listát állítanak. Olvasható az előválasztás hivatalos honlapján, az előválasztás 2021.hu portálon. Az akkori elhatározás pedig mostanra célegyenesbe ért. Ugyanis szeptember 18-án 9 órakor megkezdődik a Magyarországon eddig még nem látott országos szintű előválasztás. Tényleg nem hétköznapi helyzet, és én nagyon örülök, hogy eljutottunk ideig, mert ez azt jelenti, hogy nem csak a játékszabályokban, de rendszerekben, infrastruktúrában is meg tudtunk állapodni, megfelelő finanszírozási keretet tudott erre teremteni az ellenzék minden pártja, akik komolyan gondolták, hogy részt vesznek ebben. Én úgy látom egyébként, hogy jól sikerült maga a tájékoztatás, illetve a mozgósítás is. Itt ugye a Demokratikus Koalíció és a Liberálisok közös fórum, vagyunk most a 15. kerületben, tehát tényleg azt gondolom, hogy nekünk nincs okunk panaszra abból a szempontból, hogy hogyan gyűltek az aláírások, ki hogyan értesült arról, hogy majd a sátrakat hol találja meg a következő héten, illetve az azt követő hétvégén. Szóval én nagyon bízom abban, hogy a lehető legjobban alakul minden. És még egy dolog, hogyha lehet egy kicsit kinézni ebből a dobozból, mert eddig arról beszéltem, ami a mi ügyünk, hogy a választópolgárok, a polgároknak is van itt egy ügye, nevezetesen, hogy megválaszthatják demokratikus eszközökkel azt, aki végül szembeszállhat a Fidesz és a KDNP jelöltjeivel. A választókörzet eddigi országgyűlési képviselője Hajdú László a következő ciklusban már nem méretteti meg magát a 2022-es parlamenti választásokon, így már az előválasztáson sem indult el. Azonban a kampányban tevékenyen részt vesz. Hát a rendszerváltás óta, ugye 31 éve, tehát én a rendszerváltás óta mondhatom azt, hogy nincs olyan választás, még időközi is beleértve, ahol nem vettem részt kampányban, és azt gondolom, hogy mindez a 31 év eltelt kampányokhoz képest egy teljesen újat csinálunk, nincs gyakorlatunk nekünk se, és nincs a szavazóknak se hozzá gyakorlat, de a pártoknak is kevés. Azt gondolom, hogy itt egyszerűsített a dolog azzal, hogy csak két jelölt van, de ha mindegyik jelölt, vagy mindegyik párt jelöltet állított volna, akkor nem is tudom, hogy bonyolítjuk le, mert ez az előválasztás, amikor is arról van szó, hogy a választók döntik el, hogy végül is ki lesz a jelölt, aki a kormánypárti ellenfelével megmérkőzik, ez egy új számunkra is. Az előválasztáson azok szavazhatnak, akik 2004. április 1-én vagy előtte születtek, és rendelkeznek állandó magyarországi lakcímmel, szavazhatnak a miniszterelnök jelöltekre és a lakcíméhez tartozó jelöltekre. A voksokat hagyományosan és online is le lehet majd adni. Aki személyesen szeretne szavazni, az a 15. kerületben 4 helyszín között választhat. Lesz egy fix sátor az újpalotai főtéren, valamint Pestújhelyen a Vasutas telep utca 4 szám alatt, illetve Rákospalotán a főúton és a Kossuth-Lajos utcában úgynevezett mozgó sátrakat állítanak fel. Ön el fog menni választani, vagy mi a véleménye erről, hogy egy ilyen új rendszert próbálnak bevezetni? Igen, el fogok menni. És a családom is. Szerintem jó ötlet volt, ideje volt bevezetni. Nem tudom, várjuk meg a végét. Jó? Várjuk meg, hogy mi lesz belőle. Kíváncsi vagyok rá. A 12-es választókörzetben két jelölt verseng az ellenzéki jelölti posztért. Barkóczi Balázs a Demokratikus Koalíció politikusa,
és Palocsai Béla a Momentum jelöltje. Illetve lehet szavazni a miniszterelnök jelöltekre is. Itt Dobrev Klára, Fekete Győr András, Jakab Péter, Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter áll versenyben egymással. Az előválasztás első fordulója szeptember 26-a vasárnap este 8 óráig tart. Egész szeptemberben iskolarendőrök vigyáznak a gyerekek testi épségére az óvodák és az iskolák környékén. Tapasztalataik szerint elsősorban az autósokkal akadnak gondok. Több mint egy évtizede fordít kiemelt figyelmet a rendőrség a kisiskolásokra. Szerte az országban úgynevezett iskolarendőröket állítanak szolgálatba az iskolakezdés idejére, hogy a gyerekek biztonságban legyenek a tanintézmények közvetlen közelében. Az iskolarendőr ugyanakkor jóval több, mint közlekedést segítő egyenruhás. Egy-egy iskola iskolarendőre ugyanis közvetlen kapcsolatot biztosít az intézmény és a kapitányság között. Több mint 10 éves programja a magyar rendőrségnek az iskolarendőri program. Elsődleges célként azért hozták létre, hogy a gyerekeket, tehát az általános iskolás gyerekeket, azon belül is elsősorban az alsó tagozatosokat közlekedésbiztonsági szempontból próbáljuk felkészíteni az életre. Egy kicsit ez a program azóta kicsit túlnőtte magát, ebbe bekerültek bűnmegelőzési elemek, illetve hogy a lakosság esetleg szeptemberben láthatja a kimondottan közlekedésbiztonsági védelem, amikor a rendőrök a közterületfelügyelettel, illetve a helyi polgárőrséggel együttműködve a közlekedési szempontból veszélyes helyeken biztosítják a iskolásoknak az iskolába jutását. Tehát ez alapvetően a gyalogátkelő helyekre vonatkozik. Az iskola rendőr feladata, hogy kiépítsen egy jó működő kapcsolatot az iskola és az illetékes rendőrkapitányság között. A kisiskolások balesetmentes közlekedésének elősegítése a célja, illetve a közlekedési ismeretek bővítése. A rendőrség természetesen nem erőszakolja rá magát az iskolákra, azok saját belátásuk szerint kérhetik a területileg illetékes kapitánysággal való együttműködést. Az általános iskolák kérhetik azt, hogy ebbe a programba belépjenek. A kerületi iskolák mindegyike kérte egyébként ezt, tehát minden kerületi iskolában, általános iskolában van iskolarendőr. Az ő elérhetőségük rendelkezésre áll. Esetenként osztályfőnöki órákat tartanak felkérésre bizonyos témakörökben. Ezt egyébként mi várjuk is, hogy minél több iskolától ilyen jellegű felkérést kapjunk. Én azt szoktam mondani, hogy sokkal jobban szeretem azt, ha célzatosan megmondják, hogy mit szeretnének tőlünk, mint ha mi házalunk bizonyos programokkal. Természetesen vannak olyan programok, amiket megpróbálunk a iskolákhoz eljutatni, és ez is elsősorban az iskolarendőrökön keresztül történik. Bár az iskolarendőr egész évben rendelkezésre áll, az iskolakezdés időszaka az, amikor leginkább szükség van a jelenlétükre. Mondani sem kell, az iskolások közlekedésének biztosítása ilyenkor a legfontosabb feladat. Szeptemberi hónapban a rendőri jelenlét miatt a gyerekek és a pedagógusok és a szülők is egyaránt nagyobb biztonságba érzik magukat, valamint az is érzékelhet, hogy az iskola környékén a gépkocsi vezetők sokkal figyelmesebben a közlekedési szabályokat betartva közlekedik, úgyhogy ezáltal szeptemberi hónapban nem szokott probléma lenni, mert ugye bíznak a rendőrökbe és betartják a közlekedési szabályokat. Bár az autósoknak egyébként is különös figyelmet kell fordítaniuk a gyalogosokra, még az iskolák környékén is előfordul alkalmanként, hogy a szükségesnél is kevésbé vannak tekintettel az úttesten átkelőkre. Sajnos volt, hogy figyelmeztetni kellett sofőröket, hogy a gyalogos átkelő helyen igenis álljon meg és adja meg az elsőbséget az ott közlekedő gyerekeknek. Az iskolarendőr program mind az iskolák, mind a rendőrség tapasztalatai szerint sikeres, így sem a program folytatásának, sem az együttműködés kiszélesítésének nincs semmi akadálya, sőt, az eddigiek szerint igény is volna rá. Októberben adják át a felújított Hősök úti rendelőt. Dr. Buzna Andrea heti beszámolója következik. Hónapokkal ezelőtt kezdődött meg a Hősök útja alatti épület felújítása. A házi orvosoknak és a fogorvosoknak is otthont adó rendelő korszerűsítése már időszerű volt. A kivitelező úgy tervezte, a külső szigetelés és a tető renovációjának idejére nem kell majd az itteni rendeléseket kiköltöztetni. Az időjárás azonban közbeszólt, az első tavaszi nagy vihart követően idéglenesen, majd a következő vihar után véglegesen megszűntek a rendelések ezen a helyszínen. Az orvosokat a Bezsilla Nándor és a Zsókavár utcai telephelyek fogadták be. A körzetileg ide tartozó betegek számára jó hírekkel szolgálhat főigazgatóasszony, a tervek szerint ugyanis októberre elkészül az épület, és a rendelések visszaköltözhetnek megszokott helyükre. Jó hírünk van. A Hősök úton van.
Hősök úton ugye két házi orvosi rendelő van, az egy és a három. A hármas felújítása most már a végéhez ér. Október első heteiben beköltöznek a házi orvosok, a gyermekfogorvosok és a gyermekfogszabályozás. A kivitelezővel úgy egyeztünk meg, és azt az ígéretet kaptuk, hogy október 15-e körül mindenképpen elkészülnek, és mi költözhetünk. A házi orvosokat a mi műszaki dolgozóink segítik a költözésben, úgyhogy egy pár nap alatt úgy gondolom, hogy az átköltözés egyik épületből a másikba le fog zajlódni, így nagyon kevés lesz az az időpont, amikor személyesen nem tudják a házi orvosokat ellátni. Arról, hogy a költözés pontosan milyen ütemben zajlik, majd későbbi adásunkban adunk majd hírt. Január 1-jéig maradhat a veszélyhelyzet. A kormány keddi ülésén született döntés értelmében a kormány a járvány elleni védekezésről szóló törvény hatájának meghosszabbítását kezdeményezi az országgyűlésnél 2022. január 1-jéig. A javaslatot az őszi ülésszakon az első között tárgyalhatja a parlament. A veszélyhelyzet meghosszabbítását az indoklás szerint a járványhelyzet alakulása indokolja, nem csak itthon, de egész Európában nő a delta variánssal fertőzöttek száma. Nincs napirenden a digitális oktatásra való átállás. Általános tilalom van abban, hogy az iskolák taníthatnak-e most digitálisan, mert a kormány azt akarja, hogy az iskolák is működjenek, mondta a Gulyás Gergely miniszter a szerdai kormányinfón. Hozzátette, ha a járványhelyzet romlik, akkor a kormánynak az a lehetősége megvan, hogy bezárjon egyes iskolákat, és azok digitális oktatásra álljanak át. A Népszava értesülései szerint az Emberi Erőforrások Minisztériuma lényegében megtiltotta, hogy egyes osztályok vagy intézmények digitális munkarendre álljanak át azokon az évfolyamokon, melyeken már a diákok számára is elérhető a védőoltás. Lejárt a határidő, már csak oltott egészségügyi dolgozók láthatnak el szolgálatot. Szerdán lejárt az eredetileg meghatározotthoz képest két héttel kitolt határidő, így megszüntetik azon egészségügyi dolgozók munkaviszonyát, akik nem vették fel az oltást, vagy nem tudnak olyan orvosi szakvéleményt felmutatni, amely mentesítene az oltás alól. Sós Adriana, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke azt mondta, országosan néhány százan lehetnek azok, akik távozhatnak a védőoltás megtagadása miatt a rendszerből. Magyarország nem fogad be senkit Afganisztánból. Csütörtökön az azeri, üzbég és török miniszterekkel való találkozóját követően jelentette ki Szijjártó Péter, hogy Magyarország nem szándékozik több Afganisztánból menekült embert befogadni. A külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott, Magyarország eleget tett már az erkölcsi kötelességének, evakuáltuk mindazokat, akik korábban nekünk segítettek, akik együtt dolgoztak a katonáinkkal, így a magunk részéről ezt a kérdést lezártnak tekintjük. Nem vagyunk hajlandók a már evakuált segítőinkön kívül senkit sem befogadni az esetlegesen Afganisztánból kiinduló migrációs hullámok résztvevői közül. Soha nem volt még ilyen drága az üzemanyag. Csúcsot döntött a benzin ára, újabb 2 forinttal 459 forintra emelkedett ma a 95-ös literenkénti ára. Az elmúlt két hét alatt összesen 21 forintot drágult az üzemanyag. A gázolajért átlagosan 450 forintot kérnek, ez csupán 1 forinttal marad el a korábbi csúcstól. Adó 1%, az országos mentőszolgálat kapta a legtöbb pénzt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közzétette oldalán az 1%-os felajánlások kedvezményezettjeinek idei listáját, mely szerint 2021-ben az országos mentőszolgálatnak ajánlották fel a legtöbben adójuk 1%-át, ráadásul érezhetően többen, mint korábban. A civil szervezetek listáján az első 10-ben a korábbi éveknek megfelelően ezúttal is a gyermekek testi, szellemi fejlődését elősegítő, illetve az állatvédelemmel foglalkozó alapítványok találhatók. Vezetés közben mobilózókat figyel a rendőrség. Szeptember 16-ától egy hetes közlekedésbiztonsági akciót tart a rendőrség a vezetés közben mobilózók kiszűrésére, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. Az ellenőrzése az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata szervezésében zajló Focus on the Road elnevezéssel hirdetett akció keretein belül kerül sor. Magyarország egész területén elsősorban a vezetéskor kézben tartott mobiltelefon használatát ellenőrzik majd, de nagy hangsúlyt kap az ellenőrzés során a járművezetők figyelmét elvonó egyéb tevékenységek kiszűrése. Is. Bowling verseny a Fenóban, immár 18. alkalommal.
főzés online, eredményhirdetés élőben. Átvehetik oklevelüket és díjaikat a kerület legjobb szakácsai. Magára hagyott telek. Továbbra sincs bérlője az egykori kínai iskolának. Figyelemfelhívó sétára invitálták a 15. kerület polgármesterét. A merrák elleni küzdelem fontosságát demonstráló sétát szerveztek a Népligetben. A nők körében a vezető daganatos megbetegedés az emlőrák. Ennek érdekében fontos, hogy minden nő rendszeresen elmenjen egy szűrésre, főleg 45 év felett. A rákellenes futás nevezték át Aldi futógálának. Én úgy gondolom, hogy ez is egy remek helyszín volt erre a futóversenyre, vagy futógálára, és természetesen a cél, amiért csinálták, az pedig nemes, és ezért is vettünk részt rajta. Bevallom őszintén, hogy nekem ez a légtétel, hogy le tudtam gyalogolni ezt a 2,5 kilométert. 44 éves vagyok, és utoljára szerintem ennyit középiskolában mozogtam, úgyhogy ez nekem egy jó volt. Egyébként feszültséglevezetésnek is jó volt ez a 2,5 kilométer. Évente szerveznek programokat ennek felhívására legtöbbször a Lánchídon. Azonban idén a felújítás miatt az Aldi női futógála keretén belül a Népligetben került megrendezésre. Kerületünk polgármesterasszonya mellett Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció miniszterelnök jelöltje is lesétálta a 2,5 kilométert. Nekem nagyon jó érzés, én minden évben eljövök, elsősorban az egészséghídja a merrák ellen összefogás szervezésében, akár itt a futóversenyre, illetve a gyaloglóversenyre, vagy akár a Rózsaszín Lánchídra, amire most értelemszerűen nem tudunk menni, mert felújítják. Nagyon fontos felhívni a nők figyelmét arra, hogy bizony figyelni kell magunkra, figyelni kell a saját egészségünkre, és azt látom, hogy azért jó kedvű ez a rendezvény, mert ez az életről szól, ez a reményről szól, és ez arról szól, hogy ha összefogunk, akkor a legnagyobb bajból is sokkal könnyebben tudunk együtt kimászni. Amellett, hogy ez a program egy fontos dologra hívja fel a figyelmet, kellemes kikapcsolódást is nyújtott a résztvevőknek. Egyféle felszabadulás ebben a korlátozásokkal terhelt hétköznapokban, hogy közösségben és szabadban tölthetjük az időt. Magyarországon évről évre nő a császármetszések száma. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy ne csak a várandós nők, hanem a családtagjaik is megfelelő információkkal rendelkezzenek arról, hogyan zajlik egy ilyen beavatkozás, és mi várható az azt követő hetekben. Ez a tájékoztatás a célja a császárvonal csapatának, akik októberben a Csokonai Művelődési Házba látogatnak egy közönség találkozóra. Vajon mit él át egy anya a császármetszés előtt vagy a vakítólámpák fénye alatt? Milyen lenyomatok maradhatnak testén és lelkén a hasi szülés után? Hogyan tud egy császármetszés pozitív élmény lenni? Hogyan lehet növekedni egy esetleges szülési traumából? Vajon tisztában vagyunk-e azzal, hogy egy császáros szülés története nem ér véget a 6-7-es kontrollal? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket feszeget a Császárvonal csapat író-olvasó találkozóin, melynek következő állomása ezúttal a fővárosban lesz, október 15-én 17 órától a Csokonai Kulturális Központban. Hegmesék fotókiállításukkal és hiánypotló könyvükkel érkeznek, és egy interaktív beszélgetésre hívnak mindenkit. A beszélgetésen, könyvbemutatón jelen lesz Kis Verus, egészségügyi szakújságíró, dúla, a Császárvonal alapítója, a Hegmesék könyv szerzője, Rákosi Dóra gyógytornász, IBCLC, a Császárvonal társalapítója, illetve Weissenberger Eleonóra, perinatális szaktanácsadó, biológus, dúla. Nagykorú lett a fenóbowling. Idén már 18. alkalommal rendezték meg a rendszeresen nagy érdeklődésre számot tartó programot. Ez a délután minden résztvevőnek kellemes emlék marad. Egy év kényszer szünetet követően ismét bowling versenyt rendeztek a Molnár Viktor utcai fejlesztő gondozó központban. Az idei rendezvényen 9 csapat szerepelt, 10-ként pedig az önkormányzat is beszállt a versenybe. A csapat kapitánya Hajdú László országgyűlési képviselő volt. Nem számoltam, de azt gondolom, hogy mind a 18-on itt voltam, és amióta a pandémia elmúlt, ugye ez az első, először látom az új udvart, mert itt egy új udvar van, korábban a versenyzésre, mondjuk a sportnyelven nem volt alkalmas. Számomra azt jelenti, hogy örülni látunk olyan embertársainkat, akik nem tették azt meg, amit mi. És mi tehetünk értük. És azt gondolom, hogy ez zajlik most is, hogy versenyt rendezünk 10 csapatnak,
csak 10 lehet itt, ugye az egész ország is itt lehetne, mert megérdemelnék azt a szeretetet, ami most itt körülveszi őket, azt jó látni, már megkönnyeztem egyszer. A sportrendezvény annak idején még a mobilitási hét keretében indult, aztán szép lassan önálló programként honosodott meg, mely azóta az év legjobban várt programjává lépett elő. Nagyon kevés ilyen jellegű rendezvény van az országban, ahol kifejezetten súlyosan halmozottan fogyatékos személyeknek rendeznek bármilyen sporteseményt, vagy bármilyen rendezvényt, ez ezért különleges, és mi tényleg nagyon örülünk neki, hogy ezt a rendezvényt 18. éve mi szervezhetjük meg. Mindig nagyon vágyjuk, mindig nagyon készülünk rá, és mindig nagyon sokan jönnek. Ők súlyosan halmozottan fogyatékos emberek, de ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanúgy éreznek, ugyanúgy szeretnek részt venni bármiben, ugyanúgy nagyon jó tudják érezni magukat, és nekik is ez egy különleges esemény, erre ők is készülnek, gyakorolnak, minden évben nagyon várják. Hát nekünk ez egy nagy csoda, amikor látjuk őket, hogy örülnek, hogy mosolyognak, hogy ők is részt tudnak venni egy eseményen, egy rendezvényen, egy sportprogramon, és hát az, hogy az az ő örömük, meg mosolyuk, tényleg az első számú jó nekünk. A Molnár Viktor utcai fejlesztő gondozó központ és a mellette lévő értelmi fogyatékosok napközis otthona egyaránt szimbólummal városrésznek. Ilyen típusú intézményi kapcsolattal nem sok település büszkélkedhet. A két szervezet működtetése nem kötelező feladata az önkormányzatnak, ám az elmúlt több mint 30 évben fel sem merült, hogy erről az önként vállalt nemes teendőkről lemondjon a kerület. Mindig öröm az, hogyha nekik valamivel örömet tudunk szerezni. Én ugye nem vagyok szakember, de azt lehet látni rajtuk, és mondják is az őket gondozók, hogy egy-egy cirkuszi előadásnak adott esetben, vagy egy-egy ilyen versenynek, amikor kicsit kiszakadnak a mindennapokból, annak nagyon tudnak örülni, és ez öröm nekünk is egyébként. A nagy sikerű bowling verseny után pedig kezdetét vette a buli, és akármerre néztünk, láthattuk azokat a sokat emlegetett, mosolygós arcokat. Igaz, a kerület második online főzőversenye már májusban lezajlott, de az eredményhirdetésre csak a napokban nyílt lehetőség, így a díjazott szakácsok csak most találkozhattak személyesen is. Még májusban szervezett online főzőversenyt a 15. kerületi önkormányzat a pandémia idején. Mindenkinek a saját házi lecsóját kellett elkészíteni, az otthon főző szakácsnők és szakácsok egy-egy fényképpel nevezhettek a versenyre. Online főzőverseny, mi volt a nehezebb, megfőzni, vagy beállítani úgy a képet, hogy az győztes legyen? Beállítani úgy a képet, hogy az győztes legyen. Imádok főzni, minden nap főzök a családomnak, most, hogy otthon vagyok a gyerekekkel, korábban ez hétvégére testálódott az egész hetes főzés. Hogy nagyon sok ötletet nyerek én is egyébként az ilyen karácsonyi, húsvéti vagy ünnepnapi főzéshez másoknak a képeiből, hogy úristen, derék főztem már, és szerintem ez jó, hogyha egymással megosztjuk az élményeket, elkérjük a recepteket, és erre a Facebook vagy akár egy Messenger vagy nagyon-nagyon jó lehetőség. A legnagyobb és legelismertebb szakácsok szerint egy étel kinézete már a kóstolás előtt nagy mértékben meghatározza a fogyasztó számára, hogy ízleni fog-e neki az a bizonyos fogás. Ebből kiindulva a Facebookra feltöltött képek alapján is lehetett hitelesen zsűrizni az ételeket. Több mint 400 leadott szavazat után a győztes Viktorné dr. Kovács Judit lett. Hát ugye ez a második online főzőverseny volt, igazából az elsőnél mondjuk így volt ez nagy durranás, hiszen a Covid időszakban elég nehéz lett volna mondjuk élő főzőversenyt vagy élőben történő versenyt rendezni, de azt gondolom, hogy az ötletgazdának gratulálok, hiszen a covidos időszakban azért megtapasztaltuk, hogy az online térben mennyi minden új, hogy is mondjam, ötlet született, és ennek a különböző portálokon lehetett tanúbizonyságot látni az otthoni mozgástól, tánctól, klippeken keresztül minden, és ez adta az ötletet, hogy próbáljunk meg egy online főzőversenyt is. Ugye az első alkalommal úgymond vegyesebb kép volt, tehát gyermekek is szerepeltek a képen minden, és erre kaptunk több minden kiegészítő is, erre kaptunk kritikát, és ezért mondtuk, hogy leszűrve a tanulságot, mostanin kifejezetten csak az ételek szerepelhetnek. Sok program került át az elmúlt hónapokban az online világba, de reméljük a jövő évi majálison már újra lehet élőben főzni. És persze jó, ha látunk egy képet az ételről, de csak meg kéne azért azt kóstolni. Évek óta lakatlanul áll az egykori kínai iskola épülete.
Hogy mi lesz az egyre pusztuló korábbi tanintézménnyel, egyelőre nem tudni. Az biztos csak, hogy a kerület építési szabályzatához kell majd az új tulajdonosnak igazodnia. A magyar-kínai két tanítási nyelvű általános iskola 2004. szeptemberében indította első évfolyamát a korábbi Tótfalusi Kis Miklós nyomdaipari műszaki szakközépiskola és szakmunkás képző épületében. A háromszintes 28 tanteremmel kialakított épületen 1976-os átadása óta fűtéskorszerűsítést a 90-es évek közepén, tetőfelújítást pedig 2004 nyarán végeztek, azaz nagyobb felújításon azóta sem esett át a könnyű szerkezetes épület. A köznyelvben csak kínai iskola ként ismert intézmény 2016-ban átköltözött a korábbi Neptun utcai iskola épületébe, a Kabicsos közben azóta üresen is elhanyagolva áll az idén már 45 éves épület. Hogy mi lesz a sorsa, új lakója lesz-e az épületnek, vagy új bérlője elbontja és mást húz fel a helyén, arról egyelőre nincs hír. Az biztos csak, hogy bármilyen beruházás vegye is kezdetét a telken, annak igazodnia kell majd a kerület építési szabályzatához. Ugye ez egy vegyes intézményövezetben van benne, ami hát még extra kódokkal is van, tehát alapvetően alapintézményi funkciókra lehet használni, de megengedett az iroda, kereskedelem és szolgáltatás funkciók, alapó funkció is megengedett ebben az övezetben. Akár parkolóház is építhető, azt tudni kell, hogy akkor ugye a mai jogszabályokat kell betartani egyértelműen, ugye ebbe akkor mind a parkolási mutatókat, mind a energetikai követelményeket teljesíteni kell. Ugye ez a meglévő épületnek a legnagyobb baja, hogy egy jó alaprajzi rendszerre volt a iskolának. Nagyon világos és egy nagyon szép belső terei vannak, de gyakorlatilag fenntarthatatlan. Tehát olyan energiaszámlát, illetve távfűtést kéne fizetni, aki ezt ma be akarna költözni és iskolaként akarná használni, hogy ez nem vállalható mai viszonyokban. Tehát hiába szép és jó, a külső burkolatot kvázi újra kéne építeni, hogy egy korszerű energetikai követelményeknek megfelelő épület tudjon abba kialakulni. A telek tulajdonosa a fővárosi önkormányzat, így annak hasznosítása is az ő kompetenciája. Konkrét megkeresés a 15. kerületi hivatalhoz nem érkezett még a telekkel vagy annak hasznosításával kapcsolatban, így egyelőre csak tulajdonosa van a teleknek, új bérlője azonban továbbra sincs. Akkordok élőben a Kalus 100 Duó adott koncertet a Pestújhelyi Közösségi Házban. Elsők a sportban, kiválóak az iskolában, díjazzák a legjobban teljesítőket. Gólzáporos visszatérés, felettette legutóbbi vereségét a Reac. Újabb fellépővel debütált az Akkordok élőben koncertsorozat. Ezúttal a Kalus 100 Duó lépett színpadra a Pestújhelyi Közösségi Házban. Péntek este a régi klubkoncertek hangulatát idéző előadásra hívták a közönséget a Pestújhelyi Közösségi Házba, ugyanis a Tolna megyéből induló Kalauz Attila, azaz Kalus adott duókoncertet a kerületben élő és itt is dolgozó Szász Ferenccel. Baferivel mi teljesen messze vagyunk egymástól, én szekszárdi vagyok, ő meg itt lakik fent, úgyhogy milyen nagyon távkapcsolatos sztoriba vagyunk. Úgyhogy általában ez most már az internet világában meg szoktuk beszélni, hogy mi legyen, hogy legyen, és akkor és előtte így össze szoktuk nézni. Tehát külön az, hogy próbálni, az ritka eset. Esetleg, amikor így föl esem ide, akkor előfordul, vagy ő neki vannak szekszárdi kötődései családilag, és akkor ott van, akkor néha-néha, de úgy, tehát így rendszeresen ez nem jellemző. A régi kapcsolat az én feleségem szekszárdi, de előtte is azért ismertük egymás zenészberkekből, de amikor én összejöttem a feleségemmel, lementünk egy kalus bulira, ahol pont egyedül nem egyedül gitározott, várjál, de egy másik srácsal gitározott, és nekem muszáj volt beszálljak gitározni, annyira erőltették, és azóta így hébe-hóba együtt gitározunk, ez 11-12 éve volt. És mivel ő is játszik külön, meg egy másik zenekarban, nekem is vannak más zenekarjaim, ahol játszom, sajnos nagyon keveset tudunk így együtt játszani emiatt. De hát persze természetesen ezt megbeszéljük, hogy itt kinek van luka, nem szervezünk valamit, de van egy csomó felkérés. Több felkérés van, mint amit teljesíteni tudunk ebből a szempontból, pont ezért mindenki játszik mindenfele.
A koncerten a 70-es, 80-as évek zenéi kerültek elő a legtöbbször, de hallhatott a közönség saját számokat is, melyek még Kalus Attila régi zenekarának a repertoárjában szerepeltek. A saját szám az, amikor ahogy elindult a zenekar, az volt a koncepció, hogy csináljunk saját számokat. Mert például a környéken ott voltak zenekarok, de senki nem csinált saját dalokat, csak feldolgozásokat. És mondom, legyünk egy kicsit másak, és akkor erőt tettük ezt a saját számos vonalat, és akkor hát nyilván ma is lesz majd pár, nyilván bemutatunk belőle, de úgy indultunk neki, hogy ez a zenekar azért legyen arról ismert, hogy saját dalai is vannak a többi mellett. És az már kezdetektől mindjárt ment. Az Akkordok élőben programsorozat tovább folytatódik. A pontos programról a Csokonai Kulturális Központ honlapján találhatnak részletes információkat. Ünnepi műsorral emlékezett a kerületi horvát önkormányzat a magyar és horvát közös hősökre. A Csokonaiban tartott rendezvényen az országos horvát önkormányzat képviselői is részt vettek. A 15. kerületi horvát önkormányzat emlékműsorán Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc kivégzésének 350. évfordulójára emlékeztek. A mohácsi csatavesztés követően három részre szakadt Magyarországon a Habsburg és az Oszmán Birodalom kettő szorításában. A Wesselényi féle összeesküvés szereplői és támogatói szinte minden szempontból reménytelen vállalkozásba fogtak az ország önállóságának visszaállítására. Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc meggyőződéssel harcoltak hazájukért és hitükért az önkénnyel szemben. Hősi példájuk ma is arra int bennünket, még a legkilátástalanabb, legnehezebb helyzetben is szólni, tenni, és ha elkerülhetetlen, hát harcolni kell a jogainkért, az emberi méltóságunkért és a hazánkért. Zrínyi és Frangepán becsülettel és egyenes derékkal helytáltak az egyértelmű túlerő és az elnyomás ellenében. Bebizonyították, hogy a közös haza védelme származástól, nemzetiségi hovatartozástól függetlenül mindennél előrébb való, minden tisztességes és becsületes ember számára. A rendezvényen képviseltette magát a Horvát Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége, Vesznyányikos Peckály asszony személyében, ott volt Gugán János, az országos horvát önkormányzat elnöke, valamint érkezett delegáció Csáktornyánról és Tóth-Szentmártonról is. Ez egy ünnep sorozatnak az egyik része, a befejező része. Idén három rendezvényen vettünk részt, pontosabban három rendezvényt szerveztünk. Egyet, hogy Bécsújhelyen megkoszorúztuk a hősöknek az emlékműveit, majd elmentünk a magyarországi részre, Murad Ráva összefolyásánál lévő Zrínyi Újvárba, ott szintén koszorút helyeztünk el és megemlékeztünk a kivégzett hősökre. Ez a mai nap pedig arról szól, hogy egy záró aktusként előadásokkal tarkítva megismertetjük a közönségünket és a közönséget az akkori történések egy újabb oldaláról. Az emlékműsoron a kerületi Húba Jenő ifjúsági fúvózenekar is fellépett. Az ő előadásukban hallhattuk a Zrínyi indulót. Program további részében előadásokat hallhattak a jelenlevők, majd egy történelmi időutazással zárult az est hivatalos programja. Őszre fejeződhet be a Wesselényi utcai piac környezetének teljes körű rehabilitációja. De addig is rendszeresen szerveznek programokat a projekthez kapcsolódóan, elsősorban kisgyerekes családoknak. Rendezvénysorozattal várják az érdeklődőket a Wesselényi utcai kispiac előtt. A több alkalommal megrendezett programok célja a beruházás népszerűsítése. A különböző játékokat, foglalkozásokat a Csokonai Kulturális Központ munkatársai vezényelik le. A csarnok elé fog kerülni az új termelői asztalsor, ami egy nagyon korszerű, kinyitható napernyőkkel felszerelt és kinyitható asztalokkal ellátott asztalsor lesz, aminek mi nagyon örülünk. Szerintem ez egy 21. századhoz méltó beruházása lesz ennek a
területnek. Magának a pályázatnak is a része ez a soft program, amiben fotópályázat lesz, gyerekprogramok lesznek. Soft program, ami a gyerekeknek mindenféle ügyességi és szórakoztató játékokkal ellátott programot jelent. Szeptember 25-én szintén hasonló programokkal várják a gyerekeket és a felnőtteket. Lesz arcfestés, kézműves foglalkozás, valamint különböző ügyességi feladatok. Október 9-én lesz egy egésznapos program, amikor nagy színpad lesz felállítva, és nagyon-nagyon sok programmal várjuk majd a vásárlókat, érdeklődőket, a kereskedőinket is akár munka után. Október 16-ára tervezik az esemény sorozatot záró rendezvényt, melyen bemutatják a teljesen felújított termelői piacot. A visszajelzések alapján mindenki örül a rekonstrukciónak, a kivitelezők pedig még egy kis türelmet kérnek az ott lakóktól. Már várják a jelöléseket az Élen a tanulásban, Élen a sportban és a kerület kiváló sportolója címekre. Bár mindkét elismerés a sport iránt elkötelezett fiataloknak adományozható, a pályázatok feltételei eltérőek. A kerület kiváló sportolója cím a sport területén kimagasló teljesítményt nyújtó fiatalok, az Élen a tanulásban, Élen a sportban pedig a tanulás és a sport területén egyaránt kimagasló teljesítményt nyújtó fiatalok elismerése. Mindkét címre olyan kerületi diák jelölhető, aki maradéktalanul megfelel a pályázati kiírásban megjelölt kitételeknek, köztük az igazolható sport eredményekre vonatkozó meghatározásnak. Ugyanaz a személy a két elismerés közül csak az egyikre nevezhető. Minden pályázó díjazásban részesül, aki a pályázati felhívásban meghatározott kritériumoknak megfelel és érvényes pályázatot nyújt be. Mint a kerület kiváló sportolója, mint pedig az Élen a tanulásban, Élen a sportban pályázaton nyertes tanulók emlékplakettet kapnak, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesülnek. A pályázatokat a 15. kerületi polgármesteri hivatal népjóléti és intézményfelügyeleti főosztályán lehet személyesen leadni. A pályázatok benyújtásának határideje október 4-e. A pályázatok pontos részletei és a pályázati adatlapok a 15. kerületi polgármesteri hivatal honlapján a pályázatok menüpont alatt érhető el. Nemzetközi ötletpályázatot hirdetett a Budapesti Közlekedési Központ a vakok és gyengénlátók közlekedésének segítésére. A pályázóktól olyan innovatív javaslatokat várnak, amelyek megkönnyítik a vak és gyengénlátó ügyfelek számára a közlekedési létesítmények megközelíthetőségét. Az ötleteket két kategóriában várják. Az egyik az épített környezet, a másik a segítő technológia nevet viseli. Előbbi egy épület vagy terület olyan módon való átalakítását takarja, hogy az elérhetőbb legyen a vakok és gyengénlátók számára, utóbbi pedig a látássérültek közlekedését segítő eszközök tervezését. A legjobb javaslat gazdája lehetőséget kap, hogy Bécsben nemzetközi szakmai közönség előtt mutassa be a saját ötletét. A pályázatokat angol nyelven október 15-ig lehet benyújtani. Kiütéses győzelemmel felettette idei első vereségét a Budapest bajnokságban a Reac. A Munese volt az áldozat. A Pénzügyőrtől elszenvedett 1-0-ás vereség után a Reac a Munesét fogadta a Budapest bajnokság negyedik fordulójában. A Blasz 2-ből frissen feljutott vendégegyüttes két lejátszott találkozóján még gólt sem tudott lőni. A papírforma ezért a rákospalotaiak győzelmét vetítette előre. A fehér mezben játszó együttes pedig már 39 másodperc után vezetést is szerzett. A 19. percben pedig már 2-0-ás. A 24. pedig már 3-0-ás előnyben volt. Egy szöglet után a vendégeknek sikerült szépítenie, mint egy éberen tartva a Reacot, amely nem állt le a gólgyártással és a szünet előtt berámolt egy negyediket is. Sok kérdés a második játékrészre így már nem maradt, de azért láthattak két újabb hazai gólt a nézők. A végeredmény 6-1 lett. Lakatos Zoltán ráadásul mesterhármassal zárta a meccset. A lefújás után ő értékelt. Az első meccstől fogva érzem a csapatot, hogy, tehát, hogy most nagyon egyben vagyunk tényleg. Ez a meccsen is látszódott, hogy első percben gólt lőttünk, tehát már lehetett látni, hogy
teljesen végig együtt leszünk, egybe vagyunk, és nagyon jól kezdtük ezt a szezont. Ez minek köszönhető szerinted? Mondhatjuk, hogy most arra kezd így összeérni a társaság, hiszen azért a csapat magja azért már egy jó ideje együtt van. Igen, az is, hogy már 2-3 éve a csapat magja együtt van, járunk el nyilván edzésen külön is együtt, és igen, az, hogy talán most az, hogy most nagyon egyben van az egész csapat, senki között nincsen semmi feszültség, tehát igen, ezt látom én is, hogy egybe vagyunk, és már ismerjük egymás 2-3 éve a játékot is, meg mint embert. Most ott vagytok az élmezőnyben, egy vereségetek van eddig a Pénzügyőr ellen. Te hogy kalkulálsz, hogy azért meg lehet ezt őrizni a szezon végéig, és mondhatjuk azt, hogy azért titkon, nem titkon, de azért cél a bajnoki cím? Hát igen, nem titkoljuk, a bajnoki cím a cél. Azon kívül minél előrébb végezni, de igen, a bajnoki cím az lenne a legfontosabb, legszebb szurkolóknak is, meg nekünk is. A Reac jelenleg a harmadik helyen áll a bajnokságban, a következő fordulóban pedig az egy mérkőzéssel kevesebbet játszva is a negyedik helyen álló Szabad kikötő ellen lép pályára. Miként arról a heti hírtükör legutóbbi adásában beszámoltunk, véget ért a Rotax Max Challenge Euro Trophy idei szezonja Vida Benedek számára. A Motorsport Talent Management által támogatott 15. kerületi gokartos tehetséggel a Hungaroring Gokart Centerben értékeltük a szereplését. Ez a pálya ugyanis különleges helyet foglal el a szívében. Ez az a helyszín, ahol legelőször ültem gokarba, még a pöllébe, és rengeteget jártunk ide edzeni, akár eső, akár fújt a szél, akár napsütés, ott mindig jöttünk és edzettünk, hogy fejlődjek, és tanuljunk minél többet, és ezúttal is szeretném megköszönni apának és a Hungaroring Kartszertennek a lehetőséget. Hány éves voltál akkor, amikor először gokartoztál itt? Amikor legelőször ültem még apa ölébe itt, azt hiszem 3-4 éves lehettem, és amikor már egyedül jöttünk és gyakoroltunk, akkor voltam olyan 8-7 éves. Kisgyerekként idővel aztán az is megfogalmazódott benne, hogy komolyabban is szeretne foglalkozni a gokartozással. Komolyabban 2016-ban így jött meg, vagy tudatosult bennem, hogy szeretnék még komolyabb szintre eljutni, akár a világ legjobbjai közé. Előtte még úgy jöttünk, hogy hobbiként eljárogatunk edzeni, vagy gokartozni, mert szeretjük, és akkor hát, ha lesz belőle valami, és akkor végül eljutottunk ide. Az ide az jelen esetben többek között a Rotax Max Challenge Euro Trophy-t jelenti, amelynek 2021-es szezonját Benny 72 versenyzőből a 19. helyen zárta. Ennél ő és a csapat is valamivel jobb eredményben reménykedett, de így is úgy érzi, hogy nem kell kudarcként elkönyvelni az első idényét ebben a mezőnyben. Abszolút pozitív volt ez az év, vagy ez a szezon, mert nagyon sokat fejlődtem, mint vezetésileg, mint hozzáállásilag is, és még mindig van bőven mit fejlődnöm mindenben. Igazából maga az EB-s való szezonom végig fejlődtem igazából vezetésben. Végül is a top 10-es célom nem lett meg igazából. Volt olyan futamom, ahol végeztem top 10-ben, olyan döntőm. Maga az utolsó forduló Wackersdorf az annyira nem sikerült túl jól, de vezetésileg fejlődtem ott is. És van még a Közép-Kelet-Európa bajnokság, ahol van még ugye egy versenyhétvége, az lesz majd október vége fele. Ott szeretnék dobogóra állni, ott ez lenne az elsősorban a célom. Maga az a szezon is igazából jól kezdődő, voltak dobogós helyezéseim, volt futamgyőzelmem is a Bonus Cup-on. A második felében volt egy-kettő ilyen hátraesés, vagy inkább ilyen akadályok, de ez egy ilyen szezon volt igazából, de rengeteget tudtam fejlődni. Ez egy ilyen év volt tehát, és azzal együtt, hogy még nincs vége, Benny már fejben a következő szezonra koncentrál. Vereséggel kezdett a Fradi az Európa Ligában. A Bayer Leverkusen ellen lépett pályára a Ferencváros együttese a labdarúgó Európa Liga G csoportjának első fordulójában, és bár 1-0-ra vezetett is, végül 2-1-es vereséget szenvedett Németországban. Peter Stöger vezetőedző ezzel együtt elégedett volt a játékosaival, akik közül sokan szerinte most nyújtották eddigi legjobb teljesítményüket a klubban. A csoport másik mérkőzésén a spanyol Real Betis 4-3-ra nyert a skót Celtic ellen. A
otthon kapott ki a Barcelona, csak döntetlennel kezdett a PSG. Megkezdődtek a labdarúgó bajnokok ligája 2021-2022-es idényének csoportküzdelmei, az első fordulóban pedig több topklub is megmérkőzött egymással. Összecsapott például az E csoportban a Barcelona és a Bayern München, hogy utóbbi sima 3-0-ás verést mérjen idegenben a katalánokra. Presztízs csata volt a Liverpool és az AC Milan találkozója is, amelyet az angolok nyertek otthon 3-2-re, illetve az 1-0-ás madridi sikert hozó Inter-Real Madrid meccs is ebbe a kategóriába tartozott. A végső sikerre is esélyesnek tartott klubok közül nem mindenki kezdett jól. A Manchester United meglepetésre 2-1-re kikapott a svájci Young Boys-tól. A Neymarral, Messivel és Mbappéval felálló Paris Saint-Germain pedig nem bírt a klub Brüsszel, és csak 1-1-es döntetlent ért el. Villámrajtot vett viszont a Manchester City, amely hazai pályán 6-3-ra intézte el a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló Szoboszlai Dominikot csereként pályára küldő RB Leipziget. Vettel jövőre is marad a Forma 1-ben. Egy ideje már ott lebegett a kérdőjel a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel jövője fölött, és olyan pletykák is szárnyra kaptak, hogy a német pilóta az idény végén visszavonul, miután az Aston Martin megpróbálta a helyére leigazolni Fernando Alonsót. A héten azonban pont került az ügy végére, a Silverstone istálló ugyanis bejelentette, hogy jövőre is Vettellel és Lance Strollal állnak rajthoz. Hirtelen és drasztikusan búcsúzik a nyár, és mutatja meg magát az ősz a következő napokban. Szombaton többfelé záporra, zivatarra kell készülni, a legtöbb helyen azonban még napos idő várható. A szél alkalmanként élénk, helyenként erős lehet, hajnalban 7-15, délután még 20-25 fokot mérhetünk. Vasárnap tovább romlik az idő, a napos időszakok mellett többfelé felhős lesz az ég, kisebb eső, záporok előfordulhatnak. Az éjszakai és a nappali hőmérséklet a szombatihoz hasonlóan alakul. A jövő hét első napjaiban is borult, felhős időre van kilátás, a hajnal akár 3-5 fokos hideget is hozhat az esetenkénti rövid esők mellé. A legmagasabb hőmérséklet hétfőn és kedden is 15-22 fok között alakulhat. Heti Hírtükör című műsorunk ismétlését Siketek és Nagyothallók számára kedden feliratozva sugározzuk. Ezt követően weboldalunkra is felirattal ellátva kerül fel. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is. Viszontlátásra!